A Szent Anna nevéhez fűződő búcsú keretében július 4. vasárnapján avatták fel a Dombóvár-Szőlegy határába állított úti keresztet. A kőből készült alkotást Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata állítatta, a magyar-horvát barátság évszázados múltja előtt tisztelegve. Az országos horvát önkormányzattól kaptuk még februárban a tájékoztatást, hogy a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kérdésekért felelős államtitkársága ír egy pályázatot ki, aminek az a címe, hogy útszéli keresztek állítása, illetve meglévőknek a renoválása. Ez meg is jelent, és úgy döntött a TÜNK, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, hogy ezzel a lehetőséggel élni kíván, pályázni szeretnénk, ki szeretnénk használni ezt az alkalmat. A pandémia súlyosan megviselte az ország valamennyi közösségét, így volt ez a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival is. Nem tudtak ugyanis rendezvényeket, összejöveteleket tartani. Most viszont a járványhelyzet javulása ezt ismét lehetővé tette. Így Dombóváron élve az adott lehetőséggel úti keresztet állítottak, hogy méltó módon ünnepeljék meg az újbóli találkozás örömét. Nekünk is elmaradtak egész hosszú tavaszban a programjaink, sőt mindenki betegséggel kínlódtak, illetve örültek, akik meggyógyultak ebből, vagy megúszták ezt a lehetőséget. Így felszabadulva, ugye, és beoltva, természetesen éltünk a lehetőséggel, hogy rendezvényeket szervezünk. Így, amikor megkaptuk a támogatói okiratot, már fölkészültünk rá, hogy a tervekkel, illetve azzal, hogy ki fogja ezt megvalósítani, tehát gyakorlatilag készen álltunk a pozitív döntéskor arra, hogy rögtön indítsuk ezt a projektet. A kereszt megtervezését, kifaragását és felállítását gondos előkészítő munka előzte meg. Az ötletgazdák folyamatosan egyeztettek az érintett szakhatóságokkal, a minisztériummal és természetesen a Dombóvári Polgármesteri Hivatal munkatársaival is. A Magyar Közút Szekszárdi igazgatóságának az engedélyével, illetve előzetes támogatásával, szakmai véleményével megalapozva határoztuk meg a helyét, és készült el a kereszt. Miután ezt a lehetőséggel éltünk és elkészült, úgy gondoltuk, ezt összekapcsoljuk a Szent Anna ünneppel, élvezve azt a lehetőséget, hogy ismét lehet rendezvényeket szervezni, ismét összejöhetünk, és mivel a Szent Anna búcsúnak a fizikai előkészületeiben már régóta, évek óta benne vagyunk, így úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép ünnep lenne, hogy a kereszt felavatása a szőlőhegyi Szent Anna búcsú napján történne meg, és ezt így sikerült ezt a két programot összehozni. Magyarország és Horvátország közös története egészen Könyves Kálmán uralkodásáig vezet vissza. Ő volt az első, aki egyszerre vezette a magyar és a horvát királyságot is. Erre Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője emlékeztetett a kereszt átadón. Mind a horvát népnél, mind pedig a magyar népnél igen fontos dolog a keresztény hit felvétele, annak megőrzése. Így volt ez a régmúltban, és így van ez a jelenben is. Örülök, hogy ennek a kezdeményezője a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat volt, annak is az elnöke Varga Stadler Gábor úr, és annak is örülök, hogy Dombóvár önkormányzata is támogatta ezt. A miniszterelnökség pályázatán sikerült elnyerniük 1 millió forintos összeget, és ebből tudták megvalósítani. Dombóváron viszonylag kis lélekszámú a helyi horvátság, mégis ők az ország egyik legaktívabb nemzetiségi közössége, mondja a több mint 30 éve 1990-ben alakult Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke. Nagyon örülök annak, hogy a kicsit annál agilisebb helyi horvát önkormányzat kezdeményezte és megvalósított ezt a mai keresztállítást, megszentelést. Ez most már országszerte így van. Én a köszöntőben kiemeltem egy vajdasági horvát írónak, történésznek a munkáját, aki ahol szintén ugyanúgy az ottani magyarok, horvátok, ugye a keresztények gyakorlatilag kezdik felújítani és vagy újakat állítani, az útmenti keresztekről van szó. Nagy a jelentősége, mindig nagy jelentősége volt ennek a keresztnek, hiszen általában az útkereszteződésig a folyók, falvakban is ugye felállítják őket. Nem csak keresztény egyház szempontjából fontos például ez a mai, hanem a horvát-magyar együttélésnek a 816. évfordulójára, amit a horvát önkormányzat a táblán kísért. Dombóváron tehát már útmenti kereszt is hirdeti a magyar-horvát barátság évszázados történetét, aminek ápolásáért igazán sokat tesz a helyi horvát közösség.